right. Szekszárdon is elstartolt a Mikulás futás december 6-án este 6 órakor. Az országos kezdeményezéshez idén is csatlakozott a Tolnai megyeszékhely. A sportközpont és a Babits Mihály kulturális központ szervezésében közel 50-en álltak rajtozza Béla téren Szent Miklós napján. Az általános iskolákat értesítettük elsősorban, e-mailben kollégákat kerestük meg, illetve hát a belekerült az adventi műsorba, reméljük, hogy sokan lesznek, sokan eljönnek és velünk tartanak, az időjárás kegyes hozzánk. A résztvevők idén a hagyományoktól eltérően új útvonalon futottak. A Szent Háromság szobortól indultak, egészen a Flórián utcai körforgalomig, utána pedig vissza a Vörösmarty utcán át a Béla térig. A megmérettetésen nem csak az általános iskolások képviseltették magukat, családok is részt vettek az adventi programban. Ennek a célja egy kicsit, hogy a közösség legyen, az adventi programot színesítjük, és akik szeretnék kicsit mozgással tölteni ezt az estét, akkor annak is legyen lehetősége mozogni. A rövid táv megtétele után a szervezők és a Mikulás forró tálával várták a befutókat.